Hát sziasztok srácok, én sajt 32 vagyok és köszöntel titeket ebben a mai vidinyóban. Visszatértem ide az Acid Block Survivor-nek a harmadik részével és ma nem más fogunk csinálni, mert hát fogalmam sincs, hogy mit fogunk meg ma csinálni. Na jó, de hiszen eltelt egy kis idő ugye az előző rész előtt és tökre örülök, hogy megint nagyon tetszett az első és hát a második résznek, és sokan írtatok ötleteket és azt is sokan írtatok, hogy kipróbáltatok. Nem is tudom pontosan, hogy Instagramra vagy a Facebookomra, vagy, vagy lehet kommentbe írtátok már, fogalmás sincsen, hogy ö, leginkább próbálja meg azt ebbe az epizódba, hogy ö, körbeúszkálom körbe úszkálom úgymond a pályát, ameddig csak tudom, mert lesz állítólag egy repedés, vagy valami a földnek az alján, vagy így a domb oldalán, már nem emlékszem teljesen, ha megtalálom a képet, akkor bevágom, de ettől sem biztos, hogy meg fogom találni, de lényegében annyi a helyzet, hogy ma körbe fogjuk úszkálni az egész helyünket, és körbenézni, hogy van-e valami elrejtett kastély még, mert ugye azt tudjuk, hogy ott van még az a világító cucc, amit már az első részben kifigyeltünk, hogy az előző epizódban oda már elmentünk, hogyha valaki még nem lenne itt az Etitbox szörrel, és most csatlakozna be a sorozatba, három szóba elmondom, a víz bizony mérgező. Köszönöm a figyelmet. Szóval, ja, körülbelül erről szól a játék, és nekünk úgy kell túlélni ezen a szigetén és egyre pámpolódni az, az egyre menőbbnek lenni. Lényegében egy tökötletet fogunk már lehetséges kipróbálni, amit meg is mutatok inkább itt a sok beszéden kívül, hogy itt elkezdjük a sziget. Á, pont itt Á, kezdjük meg itt, hogyha már itt is úgyis nagyba építkezések voltak, hogy lényegében lerakunk ide egy blokkot, leesünk ide, és ö, örülnék, hogyha kicsit egy gyorsabban haladna az úszás, mondjuk le kell építenünk egy ilyet srácok, és bizony. Lerakunk még ide egy blokkot És ide, ö, ö, majdnem, majdnem, nem baj ugye, hogyha meghalunk, hiszen van mindenféle cuccuk És le tudunk most már odarakni bizony egy, egy ilyet És itt bizony nekünk most már levegőnk van És miért van 18 fps-em? Ilyenkor mindig ezt kell csinálni Átterítem az, e, nem, bocsánat, ezt kell csinálni, ilyenkor srácok Ha nektek is hátra tud, nektek is segít, hogy átterítetek a rendet, Az ugyanúgy visszajön annyi fps-et, amennyi csak volt És ilyenkor ugye lentébb tudunk haladni, és a víz aljára csak úgy tudunk leginkább eljutni, hogy ezekkel a módszerekkel így mindig lentébb, 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 csak az a durva, hogy ugye nincsen elegendő földünk igazándiból, Szóval az lesz nekünk a következő gondunk, hogy valahonnan elegendő anyagot kéne, csak alig nőnek konkrétan a fáink. Szóval ugye most ez a szintünk megvan, oké, és nem sok életet vesztettünk, simán felregelünk, és ajtóra is egy csomó szükségünk van. Innen mondjuk le tudunk már menni most idáig, ide le is rakom a következő állomást, és újra tudunk levegőt szedni magunknak, ugye vágjátok. És ha van annyi ö, életerő, nem életerőnk, hanem szintünk akkor konkrétan így le tudunk jutni úgy a víz aljára, hogy nem annyira sebződünk meg, szóval jó lenne egy ilyen teljes vízaknát készíteni, hogy csak lesünk, 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 csak sajnos nincsen annyi alapanyagunk, szóval gondolkozni kell. Most már én azt mondom nektek azt, hogy kezdjük el felfedezni a víz hogy nem tudok semmit, akkor, akkor szomorú leszek azt, kell, hogy mondjam, és úgy azt írtátok, ú, azt írtátok konkrétan azt, hogy legyen, ö, nyugodtan magamnak Night Vision potikat, mert akkor ugye élvezetesebb lesz a videó, szóval azt megcsinálom, hát hogy könnyebben tudunk felfedezni. Szóval le kéne úgy mindenféleképpen jutni a víz aljára mert így, hogy nincs elég blokkunk, így konkrétan el vagyunk veszve, meg ezek is nem akarnak egyáltalán érni, ezek se, hát komolyan mondom, így ott vagyunk a part szakad körülbelül, de megiszok egy potit, és akkor elpróbálunk úszni, ameddig csak lehet. Ezt a létrás módszert meg akkor tudom leginkább aktiválni, amikor eléggé sok fák lesz. Na, Nézzük meg a víz alját, hol lehetnek igazán a rések, azt sem tudom, mekkorát kell keresni. Egy kis blokkot, vagy akár öt blokkos mélységbe. G Na jó. Srácok! Ez nem egy lyuk, de ott van egy másik féle... Ö... ö kődarab. Na jó, ez durva. Pont erre kezdtem el az egész utamat ugye a sorozat elején, és pont ott találtunk, de az attól félek, hogy az konkrétan egy darab blokk lesz, azt kiütjük, azt el se odáig, mert ugye nincsen csákányom se, és, és hát, uf, szerencsére van annyi fadarabom. Szóval konkrétan ott van még egy refedés, lehetséges, hogy arról beszéltek, de a oh, kinőtt a fám. Jól van, király, ki tudjuk várni, remélem, hogy sok csak jegyezzem meg, hol a fenébe volt. Ott van az a másik fajta. Oda. Oda. Oh, Srácok, lehetséges, hogy megtaláljuk azt a lyukat. Mert lehetséges az, ez egyszer biztos. Mindegy, valamerre, erre. Ott van ugye a másik épületünk, de jó, hogy mondtátok, hogy szabad. Ott van még az a nagy lyuk. Mert ugye nem olvastam direkt végig az egészet, hogy mi lesz őkban. Azt is leírta. Csak bezártam az üzenetet köztesvérrel. Ó! Oh, gyereknek már három szeplinge van. Ó, oh, itt is vagyunk. Üssük ki. Gyere még. Sepplingeső! Légy szíves! Úgy tűnik az, hogy nem igazán akar Szeplingeső esni. Na hát, innen azt a még egy alma, ezt elviszük magunknak, mert reggelni jó lesz. Így, így. És konkrétan jó helyen vagyunk. Szerintem most már tudunk, már eddig is tudtunk volna. Kraptoljunk egy csákányt mindenféleképpen, meg mondjuk egy kardunk van, most már szerintem lassan megtük az összes szükséges dolgot csinálni, szóval lekaptalok mindenfélét, én azt mondom nektek, új, nem is így kell kardot. Hát bolond vagy sajt, ha hát bolond vagy, miért ilyenek csak csakar csak Jó, akkor én azt mondom nektek, hogy kirakjuk, ó, kidobtam, nem, úgy tűnik, hogy kirakjuk azokat az a cuccokat, amire ugye nem lesz szükségünk ö, most, Ú, uh, tényleg írtatok azt, hogy még ott, ott hagytunk egy térképet, egy valami kincses térképet írtatok, hogyha jól tudom. Szóval azzal is visszamegyünk. Eee, hát szerintem lassan nekiindulhatunk itt a nagy kalannal. Azt, ó, 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 uram, uram, még egy szeplünk, de zsírak vagyunk, jól van. Aztán, hol is van? Ott van, hát nem is érek el odáig. Sázok szerintetek ki tudom ütni. Nagyon remélem, most teszteljük le. Jó, fuss, úsz, hogy tudsz. Ússzál Üst, üst, üst. Srácok. Jaj, ne, át is váltottam. Hú, de lassan töri. Ide kell egy ilyen ajtót csinálnunk, hogy ki tudjunk ütni. Én azt mondom nektek. Vigyünk magunkkal egy ajtót. Euh, elfogyott az ajtóm, de kraftolok még egy ajtót, és szerintem, hogyha ajtóval most már ki tudjuk nyitni ezt az egészet, így áj, megint ez a FPS izé, úgy idegesít. Jó, visszaszereztük az FPS-t, az ajtó kézzel legyen, hogy le tudjuk, remélem homokra le lehet rakni, mert ha nem, akkor konkrétan megszívtuk. Na mindegy, ígyjuk meg, Uh, úgy tök vicces, hogy raktam bele vizet az előző üvegbe véletlenül. Oké, okay, megvagyunk meg vagyunk, és akkor most aktivizáljuk magunkat, ugye, ezzel a kezünkbe. Ússzám már nyomom a kontrollt. Na, haver, ragd le, ez az, meg is van. Beúszunk ide. Hú, nem sokkal. És most neki tudjuk ütni. És. Itt az ajuk szerintem. Eh. Srácok. Itt is van, de ott lecsünk, akkor végünk ennyi HP-val. Ó, a francba lehetséges az, hogy most csak leugrok. Jaj, ne ide befolyta vissza, szóval le kell le kell raknom egy blokkot majd fölénk. Ó, jaj, 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 hol is volt? Uh, haj, potinék, ez egy kicsit nehezebb megtalálni. Ott az ajtó, hogyha minden jól megy. Hű, haj, potinék, eléggé rossz. Gyorsan meg is iszom mindjárt. Jó, itt is vagy. Oké, okay, meg vagyunk, már lenne azért, hoztuk az almát, megiszunk egy ilyet. várj, csak várj, csak ez most nincs igazán szükségünk. Megisszük a potinkat, megesszük az almát, azt lemegyünk. Na szóval most jött el a pillanat az, hogy megcsináljuk a dolgainkat, azért, hogy egy blokkot kell fölénk rakni, aztán egy blokkot alánk, hogy minden jól működjön. Szóval menjünk, ás, ás, úsz, 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 oké, okay, leraktam fölém. Most már nincsen baj, Jaj, te! Hú, ez. A... Hú, most ez mi történt? Kicsit értettem, hogy elbizonytalanodtam az, hogy mit lehet csinálni, mert leraktam így a blokkeimat, hogy hát a gátolni tudom a víznek a folyását, de konkrétan azt nem lehetséges. Azt kéne csinálni megint, hogy gyorsnak kell lennem, ügyesnek kell lennem, és hogy lefolyok ide, lerakok alá egy blokkot, és fölém. És siker. Mi? <coughs> Szóval az lenne a taktika, hogy mondjuk lerakom fölém az egyik blokkomat, utána alá a másik blokkomat, és utána, ha minden jól megy, akkor jók vagyunk. Lerakom ezt ide, azt mondom ide, és most azonnal id. Hó! El se hiszem! Végre, srácok, csak találjunk ki valahogy. Hát komolyan mondom, ezt nem hiszem el. Itt is vagyunk még, és mennyi nem víz, hogy szerintem te is itt vagy, ő már nem ráz, vajon ez a víz? Ez a víz úgy tűnik, hogy nem ráz. Ide, hogy nem én. hanem ah, hogy erről most, mert akkor konkrétan megőrülök. Ugye, melyik lyukat tömtük be, azt azért jó lenne tudni, mert ott kéne gondolom folytatni, mert lehet még esni eléggé nagyokat, Hát, oh, itt nem baj. Elsőnek is szedjük fel az összes blokkot, amit csak meg tudunk csinálni. Mondjuk 4, 6, oké, oké, és 8 blokk. Hát azért valami szerünk meg építkezni gondolom majd. Szükség, szükség lesz az építkezésre. Amúgy, uh, hát mondjuk 10, 11, 12 darab, ne legyél tehetetlen, Jó, itt is vagy. Jó, most eléggé közel vagyunk. Remélhetőleg nem lesz alattunk valami szakadék, szóval inkább kiütöm itt a dolgokat. És csak egy cuccot craftoltunk, szóval ez eléggé nagy gond. És. Ó, oh, hát nincsen szakadék egyet. Ah Víz? Azt a! Ott egy ilyen furcsa blokk! Azzal nem tudom, hogy milyen blokk, de az a az Marine, vagy nem tudom, Prismarine vagy milyen nevek. Gőzöm sincsen. Mindegy, honnan folyik a víz, de azt is most nem. Nem folysz? Nekem víz? Te ne dumálj. gyorsan! Ó, uh, te, itt elé, honnan jön az áradás vajon? Jó, még kiszedjük ezt is, és azt ezt nem hiszem el. Ez a víz valonnan nagyon szeretne folyni. Jó, itt vagyunk. Ezt ugye ki lehet ütni, ezt a prizmanit, ez azt ki lehet ütni. Hú, azt a srácok. Itt... Jaj, nehogy, nehogy, alig tud. Ha, ha, azt akartam mondani, hogy alig tudtam visszajönni. Nehogy eljöjjön. Jaj! Srácok ez veszélyes üzem. Nem én úgy gondolom, szóval most már jók vagyunk, gyorsan még ezt a pár blokkot ki kell ütnöm, bár nem tudom, hogy hány blokkot, és van-e értelme, valóban egyáltalán megyünk ezzel, de mindegy, haladjunk le, hogy csak tudunk, reméltek jobbra, Hát jobbra már reméletleg nincsen olyan vízforrás, amitől nekünk félnünk kéne, de azért, azért óvatosan, azért óvatosan csinálom, srácok. Ó! Oh, ott egy encsánt asztal! Nem, az egy, üllő ülő! Azt a meg láva! Az hát a gyógyít minket, a már a víz sevez. Srácok, valami dungeon... Valami dungeon-szerűségbe jutottunk el. Na ne szórakozzunk, és... És nincs igazán elkopott a csákányom. És egy hp van. Leugrunk. Az a gond, akkor szerintem egy HP-val azért sebződünk. Melyik blokkot ki le... Kézzel kiütjük ezt a blokkot. És utána lerakjuk magunk alá. Ó, jaj, ne egy bányapók. Ó, a franc. Mi van itt? Srácok, Kezdj legalább körbe tudjuk nézni itt a szobában. és ott egy csesz! Ott egy csesz! Ne vedd, ne, gyorsan, Srácok, 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 nem nem ahhoz, nem baj, hogy támadnak minket, és van már erő is, meg van mindenem! Azt is nem tudnak megtámadni, valami cucc még nincsen itt gyorsan! Jaj, ne, spawnerek, spawnerek, más! Más nincsen konkrétan? Beragadtak itt a cuccok és engem nem támadnak Ezt meg is próbálom, jó nem sikerült, de nem dobta el a Itt vagyunk egy ilyen izébe Dungeonbe és ki tudtunk mi- ez az eső már megint esi De ki tudtunk mindent lootolni Fél HP-val kilootoltuk ezt a nehéz dungeont és végül egy dungeon volt Még jó az, hogy írtátok, köszönöm szépen bár csak azt hittetek, hogy lyuk van, de és én fedeztem fel. És ez, ez, ez nehéz volt. Azt kell mondjam, srácok, lejutni meg minden, de milyen kard. Van csak, Karus Sword és élesség 5, tűz 2, hátlökés 2, és törtetlenség 3, és van már, van már az íjunkhoz is nyilunk. Ezt nem hiszem el. Végre, srácok. Hát most egy eléggé nagy szintet léptünk ebbe a sorozatba, ez az epizód nagyon zsír volt. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek, hogy még folytassak és hasonló videókat csináljak, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára a nagy piros gomb segítségével, és akkor ti is, mint tudjátok, egyből sajtok lesznek, és hogyha szeretnétek, akkor lesz egy folytatás egy negyedik részemből a sorozatból, amiben kipróbáljuk az új kardunkat, amit most nagy nehezen megszereztünk, és végre az íjunkat is, amivel ez végre szereztünk töltőanyagot, és beért a búza is, amit az első részbe elvetettem Nagyszerű. Mindegy, köszönöm szépen a figyelmet! csekkoljátok az mcshop.hu per sajtelmiszket hogyha menő sajtos tenekeket szeretnétek vásárolni. A következő videóban találkozunk. Folytassuk, srácok, még mindig a sorozatot? Nekem eddig nagyon-nagyon tetszik, remélem nektek is. Na csősztök!